köszöntötték a nyugdíjasokat, új iszoda abátszalókon, hősi halottakra emlékeztek, érdemes a karcagi kórházban szülni. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 8-án 18 óra 5 perckor. A Kátai Gábor Kórház vezetősége nyugdíjas találkozóra hívta egykori dolgozóit. A szépkorúak közül sokan elfogadták a meghívást, és azok, akik már nem lehettek itt, azokra gyertyagyújtással és egyperces néma felállással emlékeztek. A megjelenteket a kórház nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató köszöntötte. És mint elhangzott, öröm, amikor ilyen fiatalos nagymamák, dédnagymamák jönnek el, mint nyugdíjasok, és visszaemlékeznek a kórházban töltött éveikre, amikor a gyógyítás, a betegeknek való segítés jelentette a mindennapi munkájukat. Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok ma velünk, és együtt ünnepelhetünk, és itt egymással is találkoztatok, mert az is ritka, úgy gondolom, a nyugdíjas időszakban, hogy egymással találkozhatok és beszélgessetek, néhány szót váltsatok, hiszen ahogy ezt képviselő úr megint mondta, az hol az unokák miatt, hol a főzés miatt, mindig csak rohanunk és nincs idő megállni arra, hogy tényleg egy pár szót beszéljünk, és mi történt, mi van veletek. Nagyon sok szemelvejsz napon adom át a díjat, az emléklapot a 40 éves munkavégzésért. És akiknek én adhattam át, azok közül nagyon soknak meg is jegyzem, hogy a Manóba lehet 18 és fél évesen 40 éves jogviszonnyal rendelkezni. Mert hogy valóban szépek vagytok, csinosak vagytok, és igen, igen, mindenki, csak tükörbe kell nézni, én úgy gondolom. És készült a mai estére. Mi is készültünk, és próbáltunk egy kicsit báli hangulatot teremteni, nem csak a műsorral, hanem az asztalon látható terítékkel is. És én nagyon szépen kérem, fogadjátok nagy szeretettel ezt a kis ajándékot, ami Bokorné Béres Piroska kolléganőmnek köszönhető. Ma pedig a pihenés, az unokákkal való foglalkozás tölti ki életüket, melyhez jó egészséget kívánt mindenkinek, majd itt is gratulált dr. Zsembeli József nyugalmazott főigazgatónak, aki a közelmúltban életműdíjat vehetett át. F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője szintén megköszönt a jelenlévőknek azt a sok-sok mosolyt, azt a szakszerűséget, amit munkájuk során évtizedeken át kaptak tőlük a betegek. Gyógyításuk, kórházban töltött idejük, vagy épp a szakrendelésekre érkezésük során, de elismeréssel szólt azok munkájáról is, akik a háttérben, a konyhán és egyéb kiszolgáló részeken végezték lelkiismeretesen a munkájukat, majd a nyugdíjas találkozó előkészítésében résztvevőknek is megköszönte a munkájukat. Azt látom, hogy itt fölbenéztem, hogy az egészségügyi dolgozóknak van egy alapvető terünk, egy mosoly, egy pozitív életszemlélet. És a nyugdíjban vonuláskor nem teszik le a fehér köppennyel, nem teszik le a munkával, hanem ez a derű, ez a mosoly, az emberekhez való hozzáállás, ez örökre megmarad. Lehet, hogy nem azért, mert valaki egészségügyi dolgozó, lehet, hogy azért, mert valaki az egészségügyben dolgozni, mert eleve ilyen volt az életszemlélete. Szerette az embereket, szeretett segíteni az embereket, így dolgozott le nagyon hosszú éveket, és amikor nyugdíjba ment, mert nyugdíjba kellett menni. Ez a dolog nem változott. Én köszönöm az itt lévőknek, hogy azt a 50 évet, amit a Kátai Gábor kórház, most már 51, most már 52-ben vagyunk, adott ennek a városnak. Azt nem épületben adta, nem műszerekben, hanem mosolyban, hozzáértésben, lelkes segítőkészségben. És ez a város, Karcag városa önök nélkül nem ilyen lenne, mint amilyen. Hiszen sokáig nem a legmagasabb intézménye volt, hanem még most is a legfontosabb a kórház. Hiszen a város elképzelhetetlen a kórház, és elképzelhetetlen az önök munkája nélkül.
Az ünnepi műsorban közreműködött Karcagi Nagy Zoltán, magyar nóta énekes Cséh Kovács Imréné szavalattal, a Kátai Medisong dr. Zsembeli Józseffel kiegészülve, aki régi kórházi történeteket elevenített fel. Átadták az abátszalóki Tiszavirág tanúszodát, a létesítmény 460 millió forintból teljes egészében állami beruházás keretében épült. Fenntartója a Nemzeti Sportközpontok. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkár az eseményen azt mondta, hogy mindig nagy öröm, ha egy sportlétesítményt adhatnak át, különösen, ha az épületre már nagyon-nagyon régóta várnak. Tudjuk jól, hogy az országban folyamatosan épülnek és újulnak meg a sportlétesítményeink, és egy ilyen nagyszerű úszoda átadása jelentős léptéket jelent egy-egy település életében. És ez a tanúszoda, amely a Tisza Virág nevet kapta, egy nagyszerű álom, ahogy polgármester úrtól is hallhattuk, megvalósulása, amely a környékbeli fiatalok számára nyit új lehetőségeket, hogy akár ők is megvalósíthassák az álmaikat. Hiszen tudjuk, ha megvannak a feltételek, és vannak szakemberek, és kellő szorgalommal párosul, akkor bizony bármit el lehet érni. És tudjuk, hogy csodálatos eredményeket ér el folyamatosan a magyar úszósport. Éppen ezért szükség van a minőségi utánpótlás nevelésre, ám még nagyobb szükség van arra, hogy a Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni program a lehető legtöbb és legnagyobb tartalommal sikerüljön megtölteni, és átadhassuk a tudásokat a gyermekek részére. Az abátszalóki létesítmény tanúszodából, valamint egy 6 pályás, 25 méteres medencéből áll, ahol a már úszni tudók képezhetik magukat tovább. Az országban folyamatosan épülnek és újulnak meg sportlétesítmények, és az úszoda átadása előtt jelentős beruházás egy település életében. Mint elmondta, csodálatos eredményeket ér el folyamatosan a magyar úszósport. Éppen ezért szükség van a minőségi utánpótlás nevelésre, de még inkább arra, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni programban a lehető legtartalmasabban valósuljon meg. Szabó Tünde hozzátette, a felgyorsult digitális világban az úszás az egyik legegészségesebb sportág, hiszen a minőségi testedzés mellett és a gyermekeknek figyelmet tanítva javítja a testtartást és fejleszti a keringési rendszert. És tudjuk jól, hogy egy úszoda nem csupán egy sportcentrum, hanem attól sokkal, de sokkal több. Az egészség központja, de közösségi tér is, ahol mindazok találkozhatnak, akik számára a rendszeres testmozgás az életük szerves részét képezi. És egy egészséges társadalom alapjait úgy rakhatjuk le, hogyha elültetjük bennük a mindennapi testmozgás szeretetét a fiatalokban, a családokban, és ahogy hallhattuk, az idősebb korosztálynak egyaránt. Hiszen nem létezik jobb egészség megőrzés az aktív életnél, a sportos mindennapoknál. És mindez könnyebben valósul meg, ha ehhez megfelelő infrastruktúrális hátteret tudunk biztosítani. És mindannyiunk közös öreme, hogy itt, Abátszalókon, immár minden háttér megvan ehhez. F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, sokan tettek a beruházás megvalósításáért a kormány, a megyei vezetők és az abátszalókiak részéről is. Ha belegondolunk abba, hogy akár egy 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, vagy akár régebben Abátszalókon azt mondja valaki, hogy Abátszalókon felépül egy úszoda. Ezt csoda kategóriának tartottuk volna. Hiszen kicsi a település, úgymond távol mindentől. A gyerekek, ha megtanulnak úszni a környékbeli strandokon, vagy ne adj Isten a Tiszába, akkor ez egy jó dolog. De azt gondolom, hogy a csoda megtörtént, és a csodáért nagyon sokan tettek. Nagyon sokan tettek a kormány részéről, a megyei vezetők részéről, és abátszalókiak részéről is. Hiszen Abátszalóknak is tenni kellett. Meg kellett mutatni, hogy van értelme, van eredménye, ha idehoznak egy ilyen csodálatos beruházást. Megjegyezte, a Tiszató melletti települések köztük Abátszalók különleges helyek, hiszen az ottani gyerekek a vízparton élnek, de a vízveszélyt is jelent. Az Abátszalók iskolában végzős gyerekek azonban megtanulnak úszni, mindenki úgymond vízbiztos lesz, amikor mehet úszni a Tiszára.
Halottak napja és minden szentek alkalmából emlékezett a háborúban elesett hősi halottakra a város vezetése. Dobos László polgármester, Gyurcsák János alpolgármester koszorút helyezett el az első és második világháborús szobroknál, illetve a szívós temetőnél található Levente emlékműnél. A második világháború egy vitásabb, megítélésében is nehezebb feldolgozható kérdés, mert nem annyira tiszta kép a civil és katona áldozatok terén. A valósághoz hozzátartozik, hogy 1944. októberéig Karcag városa, mint ahogy az ország területének nagy része, az bár hadviselő félként van jelen a világháborúban, de nem érinti a front. A keleti front déli arcvonal szakasza 1944. október 9-én éri el a város térségét, és ekkor válik városunk hadműveleti területté, melynek súlyos következményei lesznek, tájékoztatta televíziónkat Pintér Zoltán. A szakember elmondta, hogy körülbelül 360 főnyi katona áldozat keletkezik a városban, és a város környéki harcokban áldozattá válik 69 főnyi civil, akiket a szovjet vörös hadsereg katonái lőnek agyon. Ezt egészíti még ki 22-24 főnyi Levente fiatal, akik szembeszállnak a megszálló szovjet erőkkel, és az életükbe kerül. A legvitatottabb és legnehezebb kérdés a városi zsidóság sorsának tisztázása, amely újabb 400-450 főnyi áldozatot jelent a város második világháborús halottaihoz. A második világháborúban 900 főt is meghaladó áldozati számról beszélhetünk. Ma már olyan korszakban élünk, hogy erről nyíltabban, szabadabban beszélhetünk, és erről beszélni is szükséges. A történelem szerepe, hogy ne csak leírja a múltat, hanem hogy emlékezzen és tapasztalatot adjon a jövő számára. Napjaink legfontosabb feladata, hogy túl azon, hogy halottak napján méltóképpen kell emlékezni hősi halottainkra, a jövő generációjának is egy intő példa az állandó emlékeztető tevékenység. Végezni kell abból a célból, hogy tanuljunk a múlt hibáiból és okolhassunk a jövőre nézve. Hírstúdiónkban már itt van dr. Farkas Béla, a Kátai Gábor Kórház szülésznőgyógyász főorvosa, aki arról tájékoztat, hogy milyen előnyei vannak a karcagi kórházban való szülésnek. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Nyár elején került sor a karcagi Kátai Gábor Kórházban a Születés hete rendezvény sorozatára. Mit lehet erről tudni? Mi is csatlakoztunk ehhez az országos civil kezdeményezéshez, és immár harmadik alkalommal rendeztük meg. Talán nehéz is megfogalmazni, én úgy mondom, hogy egy ünnepélyes osztályértekezlethez, ahol a munkatársaim, a szakdolgozók tartanak egy-egy előadást, illetve én szoktam egy úgymond évértékelőt az előző év teljesítményéről, teendőiről és az előttünk álló feladatokról beszélni. Teret ad a szakdolgozóknak olyan szempontból, hogy felkészülnek, összeállítanak egy előadást, és az első ilyen alkalomkor az intézményben megrendezendő szakdolgozói konferencián négyen tartottak előadást ebből a rendezvényből. Ebben az évben ugye a családbarát szülészet és a családbarát szülés, a családbarát újszülött ellátás, új fogalmak, ezekkel ismerkedtünk meg, és erről tartottam egy átfogó előadást, mely a családbarát szülészettel kapcsolatos elvárások megegyeznek a kormányzat, illetve a szakma törekvésével, hogy minek is kell megfelelnünk, miben is kell változtatnunk. Az egyik előadás arról szólt, hogy mit tettünk mi eddig ennek érdekében, ugyanis ez nem egy mostani új kezdeményezés, ez a 80-as évektől folyamatosan napirenden van, és mi elkezdtük bizony már akkor ezt a tevékenységünket a terhes torna beindításával, a terheseknek a felkészítő tanfolyamoknak a szervezésén keresztül. Szerencsés helyzetben voltunk, mert a
az a szülésznőgyógyászat társaság fölkarolta, a Magyar Pszichoszomatikus Szülésznőgyógyász Társaság, ezt a családbarát szülészet kezdeményezést a 80-as években, az az éves közgyűléseit mindig Berekföldön tartotta, tehát közel voltunk, és gyakran részt vettünk ezeken az összejöveteleken. Fontos időszak a várandóság időszaka is. Mit lehet erről tudni? Miért lényeges az, hogy körülnézzenek a kismamák, aki éppen előtt áll, vagy már éppen benne van, hogy akár itt helyben vegyék ezt igénybe, mert a szülésre is felkészít egyfajta formában. Igen, a várandós gondozás az elvileg nem akkor kezdődik, amikor megjelenik a várandós, hogy 2, 3, 4, 5 terhes teszem pozitív. Az az ideális, mikor ez sokkal hamarabb elindul. Ezt úgy nevezzük, hogy prékoncepcionális gondozás. Tehát mikor valaki úgy gondolja, hogy a védekezést abba hagyja, akkor megjelenik egy vizsgálaton. Elsősorban tisztázni kell azt, hogy a anatómiai viszonyok azok rendben vannak-e. A méhnyakrák szűrés minden egyes alkalommal ilyenkor kötelező elvégezni, és azt meg is tesszük. És fel kell készülni arra, hogy milyenek a ciklusai, petejérés várható. Ugyanis egy várandóság, egy terhesség akkor fog jól indulni, hogyha a megfelelő ciklusban megfelelő minőségi petesejt érik meg, és abból történik a terhesség kezdete. Nyilván a várandóság alatt rengeteg teendőnk van. A 2014-es várandós gondozási rendelet az teljesen új, és az ilyen rizikó besorolást kötelezővé tette. Tehát minden olyan várandósnál, ahol egyértelműen kimutatható már a várandósága, az embrió szívműködés látható, akkor egy rizikó besorolást végzünk, melynek rengeteg pontja van, mind az anamnézis, családi anamnézis, mind az anya egészségi állapota, esetleges betegségei, átesett betegségek, átesett műtétek, stb. Alapján, alapos kikérdezést követően állítjuk ki a rizikó besorolást, hogy alacsony vagy magas rizikói várandóságról beszélünk. És mindezen igazolásokkal együtt jelentkezik a védőnőnél, ahol aztán a várandós kiskönyvet kiállítják, az első vizsgálatokra sor kerül, és azután jönnek a szűrővizsgálatok. Én megköszönöm Fiódos úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!